Kreatív Sarok Bálint Katával. A műsorban felhasznált termékeket a Kreatív Hobby Üzlet biztosítja. Hamarosan következik a nemzeti ünnepünk, úgyhogy úgy gondoltam, néhány nem tradicionális kokárdát mutatnék be. Előkészítettem gyöngyöt, újra gombot, szallagokat, zsinórokat, és lássuk, hogy mit tudnak belőlük kihozni. Először is kivágok egy piros kartonból egy kis négyzetet, vagy téglalapot. Ezt majd úgyis utána nyírom, tehát nem marad ez így. Erre ráragasztok egy piros követ középre, üvegből van a kő. Ragasztópisztolyjal dolgozom, hogy gyorsabban menjen a munka. És addig, amíg a kő oda szárad, addig én piros, fehér és zöld zsinórokból egyszerűen összefonok hármas fonással egy 300-as zsinort, amit majd köréje ragasztok. Igen. Ezt itt majd le fogom vágni, éppen ezért megkötöm, hogy tudjak vele dolgozni, írni, és akkor elkezdem, elnézést, összefonni. Miután elkészítettem a fonatot, elvágom a szálakat, őket félreteszem, ide a végére újra egy ügyes kis bogot készítek, mind a három szállal, a ragasztópisztolyt, és körbe egy csíkot fogunk húzni, egy ragasztócsíkot, így né, minden hovájusson, igen, és ebbe szépen beleragasztjuk a fonott zsinórunkat. Így. Megnyomkodjuk. Hoppá. És amikor ezzel kész vagyunk, a kartonunkat szépen körbevágjuk, a végeket elégetjük, brostűt ragasztunk a hátára, és kész is vagyunk az első kokárdánkkal. És így már nem bomlik vissza. Ragasztópisztolyjal vékony csíkot húzunk, és beleragasztunk egy brostűt. És itt van kész az első, szerintem érdekes kokárdánk. Következő kokárdánk ugyancsak üvegkővel készül, de már a piros-fehér-zöld szalaggal. A kőnek a hátára ragasztunk ragasztópisztolyjal egy csíkot. Nem ragasztjuk be az egészet, ugyanis elég hamar szárad, és akkor nem lesz a legjobb. És akkor elindulunk. Beleragasztjuk a szallagot. Így. És ebből kokárdaszerű hajlításokkal megyünk, így, jöhet a többi ragasztó. Nézzük innen előről, jó, és akkor még egy hajlításra van szükségünk, jó, aztán elvágjuk itt. Pillanat. Így.
Még egy kis ragasztó. Így. És ezzel sem elégszünk meg, csak ennyivel. Fogunk egy nagyon kevés zöld kender spárgát ragasztani ide körbe. Ugyancsak ragasztópisztolyjal, de nagyon-nagyon óvatosan, ugyanis ha sok folyik ki, akkor nem lesz szép a munkánk. Tehát, hogyha látszik majd a ragasztó, nem igazán szép akkor a munka. Megint kér egy kis karton alapot. Ez tulajdonképpen arra jó nekem, hogy erre ragasztok, majd aztán úgyis ez arra jó még csak, hogy a brosot is legyen ahova felragasztani. És most dolgozom vékony háromszínű szallagból és piros szallagból. Megmérem először, hogy mekkorára van szükségem. Ívni. Tehát ekkora darabokból mindjárt kiderül, hogy hány centiméter. Egy olyan 5 centiméternyi darabokból fogok dolgozni. Háromra van szükségem. Így tulajdonképpen annyi darabból dolgozhatunk, amennyivel mi akarunk. Én most hárommal dolgozom. És pirosból is ugyanakkor átvágok le, körülbelül, és abból is három darabot. És pirosat ragasztok. Újra ragasztó. És egészen addig, amíg az egészet föl nem ragasztom. Tehát még van egy háromszínű és egy piros színű szallagom. Mindenek a közepébe beleragasztok egy piros gombot. Következő kokárdánk újra egy karton alapra kerül fel. Erre ráragasztunk egy fehér gombot. És három színű kender szálból, tehát ez pamut és kender összekeverve, szépen sodorva készítünk köréje egy kis kokárdát. Tehát miután megsodortam, ez hajlamos arra, hogy összeugorjon, tehát nem fogom összeugrasztani, föltekertem a kezemre, ragasztót teszek a gömb köré, mert hogyha gömbnek mondom, akkor nem jó. Így né. Inkább a gombra tettem a ragasztót, és ahogy ragasztom rá a cénát, lefele nyomom, tehát lenyomom egészen a kartonig. Így. Egy picit sziszifuszi munkának tűnik, de az eredménye fontos. És lesz belőle egy nagyon édes kis szép kokárdánk. Így. De most készítek egy bogot. Ez is kész van. A következő kokárdánk gyöngyszemekből fog készülni. 4 mm-es gyöngyszemet választottam, és ezüstözött zsinort. Ezüstözött zsinortból legalább egy métert le kell vágni, ahhoz, hogy kényelmesen tudjunk dolgozni.
Tehát a színek bentről kezdünk zöld, fehér és piros. Páratlan szemmel kezdünk, ez azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Még egy zöld kört fogok föltenni, csipkés lesz a rozettám. 3-3 szemet veszek. 1, 2, még egy fehér sót fogunk építeni, ugyancsak 5 szemből állót. Megnézzük az 5 szemet, hogyha véletlenül túl kevésnek bizonyul, akkor 7-tel dolgozunk. Akkor innen most jön a piros. Pirosból is 2 sót fogunk. Most, mivel 7 volt, ezért 9 szemmel fogunk haladni, és még mindig csak ilyen karikát csinálunk, és az utolsóra fogjuk majd, az utolsó sorban fogjuk kicsipkézni. Miután megvan a negyedik virágunk, tehát az előtte levő sor első virágjának a közepébe tértünk vissza. És amikor megcsináljuk az utolsó csipkét is, akkor újra abból abba szembe öltünk bele, amelyikből elindultunk, tehát az előző sor első virágának középső szemébe. Na most erre nincs egyéb dolgunk, mint hogy föltegyünk egy szalagot, vagy ha nem... Következő kokárdánk piros-fehér pöttyös szallaggal, fehér sejem szallaggal és zöld gombbal fog készülni. És akkor ezt az egészet összeragasztjuk. Jó, és mindenre egyszerűen ráragasztjuk a zöld gombot. És van egy újabb kokárdánk. Következő kokárdánk a játék kedvéért. Piros-fehér kockás és zöld kockás, fehér kockás szalagból készül, és egy fehér gombbal. És újra van egy szép kokárdánk, ami nem a hagyományos kokárda, de szerintem a célnak megfelel. Kreatív sarok Bálint Katával. A műsorban felhasznált termékeket a Kreatív Hobbi Üzlet biztosítja.